Jó hangulatban és küzdelmes meccseken versengtek a legfiatalabb labdarúgó palánták Pakson az Asse sportcsarnokban. A kupát idén a Baja vitte haza. Kalocsa lett a második, a szekszárdi UFC pedig a harmadik. A Mohács, valamint a házigazda, atomerőmű Esse és a paksi Esse U7-es korosztálya képviseltette még magát a tornán, melyen mindenki játszott mindenkivel. Így csapatonként 5-12 perces meccsen küzdöttek a fiatalok. A mai tornáról azt kell tudni, hogy a 6. Blattpál emléktornán veszünk részt már hagyományosan. 6 csapat részvételével, Szekszárd, Baja, Kalocsa, Paksi FC, az atomerőmű Esse, illetve a Baja. Körmérkőzéses formában zajlik a torna, egyszer 12 perces formában. Neked milyen csapatod van most? Kik? Az atomerőmű Esse vezetőedzője vagyok. A mai tornán 8 fővel veszünk részt, durván 24-26-an járunk edzésre, egy nagyon szép kis létszám, a gyerekek nagyon élvezik ezt a játékot. Elsősorban a fő feladatunk az, hogy megszeretessük velük ezt a gyönyörű sportágat, illetve azért az alapokat is megtanuljuk. Gondolok itt a labda kihozatalra, a védekezésre, a labdajátékba hozatalára, és így tovább. Van olyan gyermek, aki már egészen 4 éves korában elkezdte az edzéseket, most 7 éves. A legjobb eredmény itt a Blattpál emléktornán tavaly a második helyezés volt. Idén nagyon-nagyon kiegyenlített mezőnyt láthatunk. A mai napon véleményem szerint azt fog dönteni, hogy ki milyen lábbal kelt fel a gyermekek közül, mert ez önálluk nagyon-nagyon meghatározó. A mai tornára 6 fővel érkeztünk, de a rendszeres résztvevők az olyan 25 fő környékén van, teljes létszámunk az 28 fő, akik egyesületi szinten fociznak. Azt tudni kell, hogy a Szekszárd UFC 6 óvodában vesz részt, heti rendszerességgel edzéseket tartunk benne az óvodákban, és akiknek nagyobb kedve van komolyabban foglalkozni a focival, ők rendszeresen lejárnak hozzánk az UFC-be. Ide rendszeresen most már 6. éve vagyunk, hívnak meg minket, amit nagyon nagy örömmel fogadunk el, és nagyon szívesen jövünk. Az első mérkőzésen már látható volt, hogy van egy kislányunk, akire nagyon büszkék vagyunk, hogy rendszeresen részt vesz az edzéseken, illetve ezeken a tornákon. És számunkra nagyon nagy öröm, hogy ide el tudtunk jönni, és bízom benne, hogy az általunk rendezett tornán is ezek a csapatok meg fognak jelenni. A legfőbb célkitűzés az, hogy szeretessük meg a gyerekekkel a labdarúgást, illetve a sportot. Ez mellett az, hogy még egy kis versengés is van, az csak egy kis pikantériája ennek a történetnek. A legjobb eredményünk a második hely volt az elmúlt években, de rendszeresen ott a 2-3-4. Hely környékén szoktunk végezni ezen a tornán. A tucatnyi kisfiú között egy fürtös hajú kislány is rúgta a bőrt. A szekszárdi apróság régi bútordarab, ahogy edzője fogalmazott, 2 éve jár le edzéseikre. Labdarúgó családból származik, édesapja Pakson és a megyeszékhelyen is ismert focista. Apa! Csak azért focizik, mert meggondolta, hogy focizik. És én is megpróbáltam egy picit ilyen ritmusokat találni, hogy apucival focizzak, ilyeneket. És nagyon örülök, hogy járhatok focira. Azért az Ádám a barátom, mert mindig ő vele szoktam játszani. Meg van 2 is, de az egyik nem. Az egyik a Gergő, egyik az Ádám, és szoktunk egyébként játszani együtt. Szeretek cselezgetni a társaimtól, mert ilyen jó barátok ilyen. A torna válogatottjában a szekszárdi Jelusics Balázs, a mohácsi Mozolai Kornél, az asés Reichert Ákos és Szabó Barna, a PSS Szó Tamás és Nutzberger Máté, valamint a kalocsai Mácsai Mor kerültek be. A torna gólkirálya a kalocsai Máriás Zoltán lett 10 találattal.